Nyíregyházán több helyen lehet találkozni kivetítőkkel, sátrakkal az EB kapcsán. Az egyik legnagyobb a szabadtéri színpadnál található, ahol 18 négyzetméteres LED fal és 844 férőhelyes nézőtér várja a drukkereket a magyar vonatkozású találkozókon, így már kedden este is. A Szabadság téren egy sörsátor épült, ahol 12 televízión lehet nyomon követni az eseményeket. Itt számos kiegészítő programról is gondoskodtak. A helyszínen van lehetőség élőfogadásra, valamint a hideg sörhöz finom ételeket is fogyaszthatnak a szurkolók. Lesznek pódiumbeszélgetések és elemzések neves szakértőkkel az Európa-bajnoksággal kapcsolatban. Az első ilyenre június 14-én kerül sor, amikor először játszik a magyar csapat, valamint lesz FIFA PlayStation bajnokság, ifjúsági nap, Nyíregyháza régen és most rendezvény, illetve sok más egyéb színes esemény. A Keskeny utcán is kivetítőkkel várják a drukkereket, ahol Xbox és Csocsó bajnokságot is rendeznek. Sóstón a strand mellett foci mozi várja azokat, akik együtt szeretnének szurkolni. A Sóstó Gardenben egy 26 négyzetméteres LED falon élvezhetők a meccsek. A magyar válogatott kedden Ausztria ellen játszik 18 órától, 18-án Izland, 22-én Portugália lesz a mieink ellenfele.